Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök az Arénát, a Szombathelyi Televízió heti rendszerességgel jelentkező sportmagazinját látják, melynek mai adásában négy sportággal foglalkozunk. Labdarúgással kezdünk, aztán kosárlabdával folytatjuk, végül pedig darts és szabadidős sport következik majd. Az ajándékunkat pedig a Haladás VS-e ajánlotta fel, és nyugodtan mondhatom azt, hogy ez a mai ajándékcsomag, mert nagyon sok minden van bent, leginkább a gyerekeknek felel majd meg, mert van bent egy ilyen kis póló, Haladás VS-es póló. Hát ez gyermekméret, nem is mondom, szerintem egy olyan 4-5 éves gyermeknek biztos, hogy jó. Aztán van bent egy Haladás VS-es toll, egy haladásos jelvény, és van kétféle karkötő is, ami manapság nagy divat, van egy ilyen szövet, hogy hajrá Haladás, és van ez a gumikarkötő, azt hiszem, hogy pontosan így mondják, ez is Haladás VS-es. Aki szeretné ezt megnyerni a gyermekének, akkor így fogalmazom meg, akkor a 0620-2028-as telefonra kell SMS-t küldeni, és az SMS-t küldők között sorsoljuk majd ki. Maradjunk annyiban, hogy ezt a Haladás VS-es ajándék csomagot szerintem a gyerkőcök nagyon örülnének neki. Tehát hajrá, akkor a nyereményekért. És hajrá a Haladásnak már csak azért is, mert a Haladás labdarúgó csapata a hétvégén Sopronban fogadta zöld-fehér rangadón a Ferencváros együttesét. Nézzük, hogyan alakult a mérkőzés. A világbajnoki selejtezők miatt 3 hetes szünet után folytatódott az NB1-es labdarúgó pontvadászat, és rögtön egy zöld-fehér rangadóval, ugyanis a szombathelyi Svitelszki Haladás fogadta Sopronban a Ferencváros együttesét. Némi meglepetésre a vasiak kezdték jóval jobban a derbit, akik az első fél órában akár 3 gólt is szerezhettek volna. A 15. percben Halmosi jobb oldalról érkező szöglete után Williams találta telibe a kapufát, nem sokkal később pedig Gál jó 22 méteres szabadrugása csattant a keresztlécen. A 21. percben Iszlai sem adta alább, és 25 méterről találta el elemi erővel a felső kapufát. Mindezek után jött a Fradi első veszélyesebb támadása, aminek a végén Gyuricin lőhetett 11-est, ám Rózsa hatalmas bravúrral hárítani tudta a büntetőt. A Haladás kapusa az 53. percben is nagyot alkotott, amikor Radó lövését paskolta a keresztlécre. A sok helyzet után aztán érkezett az első találat is. Halmosi beadását követően hegedűs fejjel megcsúsztatta a labdát, amit Gál a bal alsó sarokba továbbított. A bekapott gól alaposan megtépázta a vendégek idegeit, akik közül a játékvezető előbb Tomás Doll vezetőedzőt küldte fel a lerátóra, majd pedig előbb a Gált letaglózó Nalepát, aztán a labdát Sipso után elrugó Dilávert állította ki. A szombathelyek a végjátékban éltek az ölükbe hullott lehetőséggel, és 9 ember ellen játszva Iszlai révén beállították a 2-0-es végeredményt. Nem tudom, miért volt ennyire hektikus és feszült ez a mérkőzés. Szerintem a sportszerűség határait nem léptük át, igaz, keményen játszottunk. Az első 30 percben egyáltalán nem találtuk a ritmust, csak kóvályogtunk a pályán. Belealudtunk a mérkőzésbe, a párharcokat rendre elveszítettük. Ezután sikerült váltanunk, és a vezetést is megszerezhettük volna, de nem sikerült, a 11-est is kihagytuk. Sok sárga lapot is összeszedtünk, volt olyan, amelyet én nem éreztem jogosnak. A 3 hetes szünet sem tett jót a csapatnak. Ha a legközelebb 4 hét lesz, akkor talán jobban fogunk játszani. A szombathelyi gárda annak ellenére nyújtotta a szezon legjobb játékát, hogy különböző okok miatt erősen tartalékos összeállításban szerepeltek a vasiak. Mészöly Géza azonban bátran küldte pályára a saját nevelésű fiatalokat is, akik éltek a lehetőséggel. Meg kell szervezni a védekezést, de támadni szeretünk. Azért már itt akár a Diózőr ellen mutatott már a csapat ilyen fél időt, de most aztán fantasztikusan játszott előre is, és volt szíve visszaérni, védekezni is. És hát a fiatalokat ne felejtsük el azért, hogy mennyi fiatal volt ma a pályán, ez elképesztő, hogy persze a sérülés miatt ugye le kellett cserélni David Williams-et, és Tóth Máté állt be helyette, utána még Szőke Dani is, meg Dombi Gergő is, úgyhogy hihetetlen, és hát nagyon nagy boldogság ez a mai este, azt hiszem mindannyiunknak. A Haladás győzelmének köszönhetően már 21 ponttal rendelkezik, amivel feljött a tabella 2. helyére. A szombathelyek a bajnokság 13. fordulójában Mezőkövesdre látogatnak, ahol szombaton 18 órakor kezdődik majd az összecsapás. Kedves nézőnk, nem semmi ez a teljesítmény, és nem semmi a helyezés sem. Azt hiszem, hogy 2. helyen állni 12 fordulót követően,
hát megsüvegelendő teljesítmény, és megsüvegelendő teljesítmény az, amit nyújtanak a játékosok. Ugye ezen a mérkőzésen, amit láthattak az összefoglalót, ugye az egyik gólt Iszlai szerezte, a másikat pedig Gál Bálint. Őt köszönhetjük most itt a stúdióban. Szia, jó estét kívánok! Köszönöm, köszöntöm a kedves nézőket én is. Hát megtört a jég, nem? Nyugodtan fogalmazhatunk úgy, a Ferencváros már nem momos, mert az utóbbi időben ugye akitől rendszeresen kikaptunk, az a Fradi volt, legyen az idegenbeli mérkőzés vagy hazai mérkőzés, bár én emlékszem arra, hogy nem is olyan régen még a válogatott miatti szünet elején volt egy barátságos mérkőzés, amelyiken simán ugye 4-1-re lenyomtuk őket, most kaptak tőlünk 2-t, minek köszönhető az, hogy most már a Ferencváros is verhető ellenfél a Haladás számára? Így ahogy mondod, talán egy 3-4 évvel ezelőtt vertük meg utoljára a Ferencváros tétmérkőzésen. Ez a válogatott szünetbeli edzőmeccs, ahol 4-1-re meg tudtuk verni a Fradit, szerintem ezután hittel mindenki, hogy a Fradi se verhetetlen, és úgy indultunk neki ennek a hétvégi mérkőzésnek is, mind annak az edzőmeccsnek. Sikerült megvernünk a Ferencváros, meg is lett az eredménye, egy nagyszerű játékkal meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Én itt úgy fogalmaztam, hogy talán a szezon legjobb félidejét játszott a Haladás. Te hogy látod ezt az első félidőből? Ugyan gólt nem rúgtatok, viszont 3 kapufa 21 perc alatt, mellette óriási helyzetek, és akkor gyorsan még tegyük hozzá, azért szerintem nagyon fontos része volt a mérkőzésnek az is, hogy Rózsa Dani kivédte a 11-est. Így van, ez az első félidő minden szempontból pozitív, nagyon jó támadójátékot játszottunk, végig a kapu elé szögeztük a Ferencvárost. Apró szépségkívül, amit te is mondtad, hogy nem sikerült gólra váltanunk ezeket a támadásokat. Még az is jól jött ki szerencsére, hogy Dani megfogta a 11-es, szóval még ez is pozitívnak lehet mondani. Ott az nagyon nagy fordulópont lehetett volna, ha berúgja a Ferencvárost, de szerencséje minden jó, ha a vége jó, és így ezáltal is ennek köszönhetően sikerült nyerni a mérkőzést. Készültem a beszélgetésre, és olvastam egy nyilatkozatodat a neten fönt, és azt hiszem, hogy maximálisan egyet lehet vele érteni. Ugye ott azt fogalmaztad meg, hogy furcsa, hogy ezt a mérkőzést, a Ferencváros és a Haladás összecsapását nem adta mondjuk a sporttelevízió. Én visszagondolok arra, hogy amikor a harmadik helyen álltatok, a Vasas meg az első helyen, azt se adta a sporttelevízió. Pedig ezeket a mérkőzéseket azt hiszem jó lenne, hogy az egész ország látná. Elvégre sorok egymás után megvetétek a bajnokság két élenálló csapatát. Így van, ahogy mondod, mi is csodálkoztunk, igazából nem a mérkőzésünket közvetíti a televízió, holott szerintem a forduló egyik legnagyobb rangadója volt, és nem is emiatt, mert szerintem aki ezt élőben láthatta, ezt a mérkőzést, annak újra megjött a kedve futballmérkőzésre járni, mert ez tényleg ez olyan hektikus, szinte minden történt a mérkőzésen, kiállítás, gólok, helyzetek, kapufák, úgy gondolom, hogy ez egy remek mérkőzés volt, és ez nagyon jó reklám lett volna a tévének is, hogyha ezt a mérkőzést fogják ki. Gyorsan tegyük hozzá még akkor azt is, hogy a gólöröm is látom rendesen meg van koreografálva, mert itt olyan speciális előadással szórakoztattátok a nagy érdeműt, amiért megint csak érdemes lett kimenni a meccsre. Remélhetőleg a közeljövőben is majd sok ilyet láthatunk tőletek. Hát így van, igazából ott az ember, amikor a gólt rúg, nem igazán gondolkozik, hogy mit csinál, csak éppen ami jön. Itt talán a Iszlai Bence gólörömére gondolsz. Hát az Iszlai nem is tudom, mikor rúgott utoljára ennyi gólt, de neki is fura, hogy ennyiszer kell örülnie a gólnak, de remélem még sok gólt fog rúgni ő is, és még sokszor fog így örülni majd. Egy picit akkor menjünk bele a mélyebb dolgokba, hogy így fogalmazzak. A Haladás csapat ezen a mérkőzésen hát nem a legjobb összeállításba lépett, pár ugye sérülések miatt azért voltak hiányzók. Ennek ellenére olyan teljesítménnyel rukkoltatok ki, ami hihetetlenül jónak nevezhető. Minek köszönhető az, hogy ez a csapat itt tud játszani, mert most csúnyát mondok, de hogyha a játékosok egyéni képességeit nézzük, akkor az én véleményem szerint a Ferencváros jobb csapat, mint a Haladás. Ez tény és való, hogyha az egyéni kvalitásokat, ahogy te is mondod, nézzük, a Ferencváros mindenképpen előttünk jár, de ezt nagyon sok mindenkinek hangsúlyozom, hogy amiben a legjobb vagyunk mi ebbe az NB1-be, az csapat, mint csapatként, nincsen előrébb jelenleg nálunk senki, és az annak is köszönhető, hogy minden játékosnak olyan egyénisége van, hogy ebből a kis apró kockákból rakodik össze a csapat, mindenki egy nagyon picit hozzárak a csapatnak a teljesítményéhez, és ezáltal ilyen sikeres időszak alakul ki belőle. Ami külön örvendetes tényleg az, hogy most is a kezdőben is bőven voltak fiatal játékosok, és amikor cserére kellett elhatároznia magát Mésző Gézának, akkor 3 olyan fiatalt küldött be, akinek a nevét szerintem még talán Tomás Doll sem tudta, bár ugye Tomás Doll azért nem tartozik a legszerényebb edzők közé. Így van. Én szerintem sokkal szimpatikusabb a közönség számára is, hogyha a fiatal játékost helyezik előrébb egy külföldi játékosnál. 3 fiatalt becserélni, nem hiszem, hogy csak edző megmerte volna ezt húzni. Nálunk úgy néz ki, ez is működik.
nagyon sok tehetséges fiatalunk van, meg kell adni nekik a lehetőséget, nekik nyilván élnie kell velük, és ezáltal fog eldőlni, hogy éppen mit hoznak majd ki magukból. Ön sokszor említette ugye a közönséget, itt azért több mint 4000 voltak most, ez a hivatalos nézőszám, ami azért ahhoz képest, hogy mondjuk idegenben vagytok otthon, ugye mert Sopronban játszatok, egy nagyon jó kis nézőszámnak mondható, és ha a kedves nézők most például látják, és mi is látjuk itt a képernyőn, hát az ünneplés is megvolt rendesen a mérkőzés után is. Amikor sétáltunk ki a kezdéshez, és felállt a két csapat, és elénekelték ezt a Nélküled című számot, és utána rázenített a tábor, hogy hajrá, Hali. Pont ránéztem a mellettem lévőre, nem is tudom, már ki lehetett az, és mondta neki, hát úgy néz ki, futballmérkőzésen vagyunk. Szóval ez tényleg ez egy olyan körítése volt a mérkőzésnek, hogy nézőkkel, tényleg jó pálya, jó idő, ez egy igazi futballmérkőzés volt, és ezt nem is szeretném tovább ragozni. Nagyon sok ilyen mérkőzés lenne szükség a magyar bajnokságban, hogy vissza lehessen csalogatni a nézőket. Akkor ez majd igazán kerek ez a történet, hogyha fölépül az új sportkomplexum, amiben lesz egy új stadion is. Én azt hiszem, hogyha a csapat ilyen teljesítményt tud nyújtani, mint mondjuk az idei szezonban, akkor ott rendre 5-6, esetleg 8000 néző is lesz, mert a csapat kivívja magának azt, hogy a nézők kijárjanak, mert általában ez a szereplés és a látogatottsága a stadionnak összefüggésben van egymással. Jó, mi is szeretnénk, hogy nem csak a Fradi ellen látogatnának ki, és azokon a mérkőzéseken lenne teltház. Nyilván az emberek számára azért nem könnyíti meg a dolgot, hogy Sopronba játszunk, ugye a Fradira nyilván mindenki sokkal jobban kíváncsi, de én bízom benne, ha felépül az új stadion, és ugye nyilván nem kell az embereknek annyit utazni, minden mérkőzésen 4-5 ezer néző lesz majd, és azelőtt lehet majd játszani. Egy picit elemezzük ki akkor a tabellát is. Ott álltok a második helyen, egyedül a Vasas van előttetek, az üldözőbolyban ott van a Ferencváros a Videoton, meg lehet tartani ezt a nagyon előkelő helyezést, vagy azért ennyire még ne gondolkodjunk előre, elvégre a bajnokságnak még a fele sem telett el. Így van, most kezdődött el igazából még csak a második kör, elment 12 forduló. Én úgy érzem, nagyjából az erőviszonyok kialakultak. Az első 6 helyezett én szerintem már nem igen fog változni. Nem fog oda bejönni senki, nyilván helyezésekbe változhat. Azon leszünk, hogy minél előkelő pozícióba kerüljünk. Nyilván cél nekünk is, hogy megrejön az Európai Kupa indulás, az új stadionba tudjunk esetleg nemzetközi mérkőzést játszani. Ez nem lesz egyszerű, de aki láthatja a tabellát, az egyértelműen úgy gondolja, hogy ez eléggé nagy meglepetés, hogy a Vasas és a Haladás jár az első két helyen, de én úgy gondolom, ez abszolút nem érdemtelen, és most már mi is igazából letettük a névjegyünket, és számolni kell velünk minden csapatnak. Az viszont a tabellát elemezve megfigyelhető, hogy nagyon kicsik a különbségek. Tehát én azt hiszem, hogy az utóbbi 11 néhány évben nem igen fordult elő az, hogy az első és még az utolsó között ilyen kicsik legyen a különbség 12 forduló után, mert bármelyik csapat mondjuk 2-3 győzelemmel, ugye 3 pont jár egy győzelemért, a középmezőnyből akár az élmezőny elejére is kerülhet. Én bajnokság előtt én úgy gondoltam, hogy a Ferencváros is a Videóton külön párharcot fog vívni majd a bajnoki címért. Nyilván ez még előfordulhat. És akkor én utána mondtam, hogy a harmadiktól a 12. helyezettig annyira kiélezett és annyira egyformának tűnik minden csapat, hogy nagyon nüanszokon dűlhet ott a 3., 4., 5. hely kérdése. És erre felül igazából rácáfolt a Vasas is, meg mi is, hogy igenis le lehet győzni a Videóton, meg a Ferencvárost is, de nyilván a papírforma még mindig amellett szól, hiába vagyunk a Ferencváros és a Videóton előtt, hogy nyilván ők a bajnok esélyesek, és mi majd küzdünk a 3., 4., 5. helyért. Ugye, hogyha jobban belegondolok, akkor a hétvégén a Videóton hasonló cipőben járt, mint a Ferencváros, mert ők például Diósgyőrben kaptak ki, szintúgy simán, emlékeim szerint pont 2-0. Így van, az a mérkőzés 2-0 lett. Én szerintem az még nagyobb meglepetés volt, mint a mi mérkőzésünk, mert előzetesen én mindenkinek azt hangoztattam, hogy ezt a Ferencváros mi most megverhetjük. Ott a Diósgyőr viszont olyan gödörbe volt, hogy szerintem az egész országban nem volt ember, aki azt gondolja, hogy a jó formában lévő Videótont otthon ilyen simán meg fogják tudni verni. Picit akkor nézzünk előre, már csak azért is, ugye, mert most olyan 3 hetes szünetnek vége, már most Zsinórban jönnek a mérkőzések. A hétvégén a Mezőköves otthonában léptek pályára. Ugye erről a csapatról tudni kell azt, hogy egy pontot el tudott vinni Sopronból, tehát egyáltalán nem gyenge együttes, és ha ehhez még hozzáveszünk azt, hogy a hétvégén Gyirmóton nyertek 1-0, akkor azért nem lesz egy sétagalop. A második fordulóban találkoztunk velük, én úgy gondolom az a mérkőzést csak saját magunknak köszönhetjük, hogy nem tudtuk megnyerni, mert rengeteg helyzetet kialakítottunk, de nyilván ez egy teljesen más mérkőzés lesz.
ők is győztek, mi is győztünk a hétvégén, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezután a fradi mérkőzés után szerintem mindenki csalódott lenne, hogyha nem nyernénk Bezőkövesden. Én minden mérkőzésen ilyen teljesítmény várható tőletek, hogy ennyire jó játékot tudtok összehozni, mert azért ez, én úgy gondolom, hogy ez extra volt. Ez tényleg így van, ez nagyon extra volt, de én úgy számolok meg, én azt is szeretném, hogy ez, hogy ilyen extrán tudtunk hétvégén játszani, és legyőztük a Ferencvárost, ehhez az a következő lépcső, hogy Mezőkövesden is nem egy extra játékkal, legyen egy nagyon rossz játék, de valahogyan nyerjünk. Igazából a győzelem a lényeg. Akkor egy picit még távolabbra tekintsünk, ugye 12 forduló ment le, 21 van hátra a 33-ból. A jelenlegi helyzet alapján mire taksolod a haladást a végén? Tehát mi lenne az az eredmény, amire mondjuk te is használhatod, hogy igen, ezzel elégedettek lehetünk a bajnoki cím? Én megpróbálok úgy válaszolni, ahogy mindig válaszolok erre. Én azt szeretném, hogy minél több mérkőzést megnyerjünk. Nyilván nem fogunk minden meccset megnyerni az elkövetkezendő 21 mérkőzésből, de azon leszünk, hogy az összeset megnyerjük, és meglátjuk, hogy a végén mi sül ki belőle. Én, hogyha mondanék egy reális célt a csapat erejét tekintve, akkor az az 5.-6. hely, de nyilván evés után jön meg az étvágy, ha már ilyen jó pozícióba kerültünk, szeretnénk minél előbbre végezni még ennél is a bajnokságban. Egy pici időnk még maradt, akkor beszéljünk esetleg arról még, hogy a magyar bajnokság színvonalának jót tesz-e az, hogy ezek a kis csapatok, tehát akár egy Vasas, akár egy Haladás, 12 fordulót követően ilyen jól szerepel és a tabella élén áll. Véleményed szerint ez mennyire segíti a magyar labdarúgás fejlődését, és ezt a kérdést azért is felteszem, mert azért ez a két csapat túlnyomó részt saját nevelésű magyar játékosokkal bizonyítja hétről hétre, hogy milyen jó csapat. Én szerintem ez nagyon szuper dolog, és hogy most említetted, tényleg azért nagyon jó dolog, mert nagyon sok magyar játékos játszik mind a két csapatba. És ezáltal az is tükrözi, hogy nem kell minden áron ide külföldi játékosokat hozni, mert nem biztos, hogy sokkal jobbak, mint a magyar játékosok. Itt az élő példa rá, hogy a Vasas és a Haladás is a két nap csapat, a Videóton és a Ferencváros előtt helyezkedik el. A bajnokságnak ez mindenképpen jót tesz, mert nem egy oldalú lesz a bajnokság, és nem csak azt láthatják a nézők, hogy a Ferencváros és a Videóton küzd a bajnoki címért, a többi csapat leszakadva, hanem tényleg egy kiélezett csata zajlik, és én úgy gondolom, hogy a Videóton Ferencváros után még ott van egy Újpest is, ott van egy Honvéd is, akikkel bőven lehet számolni, és tényleg megverhet bárki bárkit. A magyar bajnokság színvonalának az emelkedése mindenképpen hozzájárulhat majd ahhoz, hogy mondjuk a magyar válogatott is stabilizálja a helyét mondjuk a nemzetközi mezőnyben. Milyenek a vélemények szerint az esélyek a világbajnokságra való kijutásra, mert ugye most éppen azért volt szünet, mert kétszer is pályára lépett a válogatott. Hát a válogatott az megint egy más kérdés. Nyilván a nyári eufórikus hangulat után mindenki azt várta, hogy itt a VB selejtezőkön megint olyan top formában és megint úgy fognak játszani a játékosok, de ezt a kettőt nem lehet összehasonlítani, mert ez elég hosszú távú ez a VB selejtező sorozat. Nyilván az első két eredmény nem úgy sikerült, ahogy a fiúk eltervezték, de az előbb is hangoztattam, hosszú ez a sorozat, el lehet érni szép eredményeket, holott, ha reálisan nézzük, ebbe a csoportba nekünk a harmadik hely reális. Gyorsan összehozom azt a három témát, amiről beszélgettünk. Gál Bálintról beszélgettünk, a Haladásról és a válogatottról. Mikor lesz a Haladás VSE-ből és a Sziteszki Haladásból Gál Bálint válogatott? Hát erre a kérdésre nem igazán tudok válaszolni. Azért dolgozok én is, de szerintem a többi csapattársam is, akiknek ez lehet a céljuk, és ez a cél lebeg a szemük előtt, hogy minél több munkával és még ennél jobb teljesítménnyel talán lehet esélyünk oda kerülni a válogatott közelébe. Az ilyen napocska gólok azért sokat számíthatnak ilyenkor. Így van ezek. Mind amit lőttél most. Pontosan. Köszönöm szépen, hogy befogadtad, és akkor hasonló folytatást kívánunk, mert az nagyon jó lenne, azt hiszem mindenki köszönöm szempontjában. Szépen. Kedves nézőink, mi pedig akkor térjünk át a kosárlabdára, már csak azért is, mert a hétvégén nem csak a szombathelyi Sziteszki Haladás labdarúgó csapata, hanem a Falkó KC Szombathely kosárlabda csapata is pályára lépett bajnoki mérkőzésen. A sárga feketék az Aréna Szaváriában fogadták az újonc Vasas együttesét. Közel 2500 szurkoló előtt lépett pályára az Aréna Szaváriában a Falkó és a Vasas kosárlabda csapata. A találkozót megelőzően a szombathelyiek és a fővárosiak is begyűjtöttek egy-egy vereséget, így a derbi nagy kérdése az volt, hogy ki szerzi meg az első győzelmét. A találkozó elején úgy tűnt, hogy a vasiak simán megnyerik a mérkőzést, mivel a 7. percben már 18-11-re vezettek. Az első negyed végére azonban az előny csupán egyetlen pontra olvadt.
A második etapban pedig hatalmasat fordult a játék képe, és a légiósai találatára építő vendégek átvették az irányítást. Így a félidőben már Sárosi Burcsú legénysége járt előrébb 8 egységnyivel. Térfélcserét követően szigorította védekezésén a Falkó, és főként ennek köszönhetően sikerült is fordítaniuk a hazaiaknak. A derbi hajrájában a fővárosiak többször is felzárkóztak egy pontra, de ezzel el is lőtték az összes puskaporukat. A vége így 88-80 lett a Falkó javára. Szerintem hosszú idő nem volt ilyen magyar bajnokság, ilyen csapat kijönő áligem, és de ilyen jól játszott. Amikor felkészülés meccs beszélem a játékosra, mondtam, hogy fontos lesz, de indulunk jó, de keményebb kell indulni, az adunk a lehetőség, a vásás ilyen a csapat, adunk a lehetőség, de könnyen játszani, utána lesz a probléma. És pontosan ez volt. Én nem kaptunk jó ritmus, se támadás, se védekezés, semmi nem volt jó első fél idő, ez volt katasztrofa, szerintem ez volt a legrosszabb meccs, mint mi játszottunk most egész felkészülés meccsek, meg bajnoki, első bajnoki meccs. Csak egy csapat az erős, mikor gödör vagyunk, mikor mínusz vagyunk, visszajövünk és tudunk nyerni. Csak ez kell sok energia, és nem lehet mindig csinálni az ilyen. Ma este volt, csinálunk, és ezt kell komolyan beszélni a srácok, de ez következő meccsek nem szabad ilyen csinálni. Muszáj menni 100% minden meccsek. Lehet, volt kicsi nyomás az első meccs hazai pálya, volt a Fehérvár, szerda ugyanazt nagyon nehéz erős meccs volt. Ez volt a, amikor mondtam, alibi. Csak inkább ez hazai pálya, nem szabad csúszni, és muszáj játszani sok-sok jobban. Ezt gratulálok meg egyszer a kollégá, és szerintem, de Vasas csinálta biztos sok probléma ez a szezon a másik csapatunk is. A mérkőzés összképe alapján a Falkó megérdemelten nyert, de a Vasas csapata minden dicséretet megérdemel. Az újonc fővárosiak csupán 3 légióssal felállva is végig meccsben voltak, és csupán az utolsó percekben adták meg magukat. Szeretnék én is gratulálni a hazai csapatnak. Bár mi kis csapat vagyunk, de kicsit olyan érzésünk van, mint a Kecskemét elleni derbi után, hogy úgy érezzük, hogy talán több is lehetett volna a mérkőzésbe. Jól kezdtük a meccset, és sokáig úgy is alakult minden, ahogy elterveztük, de úgy érzem, hogy ahogy a második fél időben a Falkó egy kicsit szigorította védekezését, és agresszívabb lett a támadása, úgy kezdtek följönni ránk, és mi a higgadt megoldásuk helyett kapkodásba kezdtünk, aminek az lett az eredménye, hogy az esélyesebb csapat megfordította a mérkőzést. Gratulálok egyébként kollégámnak, úgy gondolom, hogy jó csapata van, és különösen azért, mert kemény mérkőzése volt szerdán ennek a csapatnak. Amennyire szükséges volt, fel tudott pörögni a fontos pillanatokba. A Falkó KC Szombathely 2 mérkőzést követően 50%-os mérleggel a tabella 8. helyén áll. A sárga-feketék legközelebb szerdán 18 óra 30 perckor lépnek pályára bajnoki mérkőzésen, amikor a Paks gárdáját fogadják az Aréna Szaváriában. Kedves nézőink, így év vége felé, mert lassan már közeledik az év vége. Mindig nagyon sok szót ejtünk a dartsról, már csak azért is, ugye, mert a karácsonyi szünetben a fő sportág, amit a sporttelevíziók adnak, az a darts lesz majd. Most viszont folyik a bajnokság, pontosabban az egyik bajnokság már befejeződött, a másik pedig a hajrájában van, a soft, illetve a steel szakákban. Éppen erről fogunk majd beszélgetni két vendégünkkel, mégpedig Mányoki Krisztiánnal és Páros Tamással, a Szombathelyi Darts Klub 2 versenyzőjével. Sziasztok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük akkor talán azzal, ami már véget ért, ugye a soft befejeződött, és itt az NB1-ben szerepeltek, hogyan sikerült az évad, hogyan lehet értékelni ezt a teljesítményt? Úgy gondolom, hogy ez az év ugye az első olyan évünk, amikor NB1-ben játszhattunk, és egyből a legjobb 4-ben sikerült a csapatnak végezni, hiszen a 4. helyet sikerült megszereznünk, ugyanis ugye most volt a rájátszás egy hete szombaton, Budapesten, és a Szol DC csapatával egy nagyon erős mérkőzést vívtunk, és ugye
ha itt nyertünk volna, akkor kerültünk volna a döntőbe, ami sajnos nem sikerült. És így ugye a harmadik helyért még játszhattunk a Győr csapatával, ahol hát ugye aki az dartsban otthon van, ezt tudja, ismeri ilyen neveket, mint Ducska József, Ihász Veronika, tehát az ország legjobbjaival küzdhettünk, és sajnos itt is alul maradtunk, viszont én úgy gondolom, hogy a csapat nagyon boldog lett, és azok is voltunk, örültünk, hogy sikerült rögtön az első évünkben az NB1-be egy negyedik helyet elcsípni. Ez egy nagyon jó eredmény. A sikerértéket növeli ugye az, hogy újoncként, tehát az élvonalban most kerültetek fel, és rögtön ott vettek az élmezőnyben. Itt az előző kedves vendégünk Gálbányt azt mondta, hogy evés közben jön meg az étvágy. Itt gondolom azért akkor már aztán merészebb terveket is lehet szövegetni, már csak azért is, mert azért akárgy is nézzük, egyénileg a csapatotok nagyon jó játékosokból áll. Így van, nagyon rendben van. Tehát gondolunk az egyéni versenyekre, a Nyugat-Dunántúli ligát torony magasan vezető Posvai Miklós, mögötte Kozmor József, tehát ez így nagyon rendben, és ott van még Szűcs Károly, és Krisztiánnal jó magam, valójában a negyedik, ötödik emberek vagyunk a csapatban, és nem rosszak, tehát mi sem vagyunk rosszak, ilyen erős szombathelyi csapat még nem volt. Ezt kimerem jelenteni. A soft szakág ugye az, amikor gépi táblára dobtok, igen. És ugye van a stíl, akkor aminek majd most következik a végjátéka, ha jól tudom, ott az MB2-ben szerepel még a csapat. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy még. Itt milyen esélyek vannak, mit vártok? Hát itt óriási esélyünk van a feljutásra az MB1-be, hiszen az alapszakaszban a második helyen végzett a szombathelyi csapat. Tehát igazából jön a rájátszás, december elején lesz egy utolsó megmérettetés Budapesten, és itt fog eldőlni, hogy tulajdonképpen hol végezzük az idei szezont az MB2-be, illetve ugye a legjobb két csapat az feljut az MB1-be, tehát óriási esélyünk van erre, hogy ezt elérjük. Reneszánszát éri a Sportek Szombathelyen, ugye Tomi, mert te emlékszel azokra az időkre, amikor azt hiszem Ciao Amigo néven volt, igen, egy nagyon-nagyon jó kis klub itt Szombathelyen. Most nagyon úgy néz ki, hogy a Szombathelyi Darts Klub nemrég alakult meg, és rögtön letette a névjét a magyar porondon. Gyakorlatilag 2014-ben lett megalakítva a klub, a ősszel, abban az évben már nem indítottak bajnokságot, akkor volt egy ilyen váltás, hogy nem őszi tavaszi forduló van, hanem év elején indul a bajnokság. Gyakorlatilag minden lépcsőt azonnal teljesítve, ugye a softban másodosztályba kezdtünk, azonnal az első osztályba jutott a csapat, steelben harmadosztályba kellett kezdeni, és megnyertük a steelt. Most a másodosztályt is reményeim szerint erős az a négyes, de meg tudjuk csinálni. Akár meg is nyerhetjük, most a feljutás egy dolog. Én szeretném, hogyha azért az egy arannyal csillogna az a feljutás. És tehát akkor a steel csapat is az első osztályba folytathatná. És akkor gyakorlatilag egy lépcsővel, egy levegővel följutottunk a csúcsra. Teljesen napaletta akkor, tehát két ember egyes csapat lenne. Minek köszönhető az, hogy ennyire gyorsan ilyen jelentős sikereket értetek el? Egyáltalán milyen bázisra tudtok támaszkodni? Hány játékos az, akik közül kikerül minden alkalommal a legjobb csapat, ami lényegében ugye hétről hétre jó teljesítménnyel rukkol ki? Igazából a Szombathelyi Darts Klubról annyit kell tudni, hogy annak ellenére, hogy 2014-ben alakultunk, ahogy Tomi mondta, nagyon régi játékosokból áll, tehát mindenki több éve játszik. Nézzük Kozmor Józsefet, aki az egyik legjobb játékosunk, 20 éve dartsozik. Posvai Miki is 15 éve, jó magam is 16 éve, tehát igazából senki nem egy kezdő dartsos, hanem már régóta játszik. Most, hogy ugye megalakult a klub, tehát egyből sikerült, olyan szinten vagyunk már alapból a többi csapathoz képest, hogy sikerült feljutni a softba az NB1-be, és a steelbe is reménykedünk, hogy fel tudunk jutni. Folyamatosan várjuk emellett az új játékosokat, jelentkezőket, tehát bárki, aki szeretne megismerkedni ezzel a sportággal, nyugodtan jöhet, várjuk szeretettel, segítünk. Tehát van is utánpótlás, tehát nem állunk rosszul. Úgyhogy igazából erről ennyit tudok mondani, hogy jól állunk. Ráadásul ugye most már nem egy helyszínen, hanem két helyszínen lehet gyakorolni, mert ahogy említettétek itt adás előtt, hogy egyik ötök megy ide, a másik megy oda, de a közös mind a kettőtöknél az, hogy edzeni mentek. Így van.
Hát a két helyszínről annyit kell tudni, ugye címet mondhatok, azt gondolom, mondhatsz a nevet persze. Nem is. Az egyik a Szinyei Mersepál utca 34 szám alatt levő vendéglátóegység, illetve a Dolgozók útja egybe a bevásárlóközpontban működik, egy fitnessterem, ott szponzorálnak minket egy 8 dobó állásos helyel, ami nagyon korrekt, és egész héten bérelhető is a pálya, itt van lehetőségünk heti két edzésre. Elképzelhető az Krisztián, hogy hamarosan már a két élvonalbeli csapat az élvonalban is a dobogós helyekért fog küzdeni, mert ugye a soft szakág már ott tart. A Steel, ugye a televízió közvetítéseknek hála, ugye a Steel az, amit Isten igazából az emberek ismernek, szeretnek. Elképzelhető az, hogy mind a két szakágban érmes csapataink lesznek nagyon rövid időn belül? Én bízom benne, azon vagyunk, tehát mindent megteszünk érte, hogy sikerüljön a legjobbak között lennünk, illetve az első, második, harmadik helyen. Nem egyszerű a dolog, nagyon nehéz, mind a két szakákban. Olyan csapatok, mint a Pestújhely, a Győr, illetve lehet itt még említeni a Szoldécét, aki szintén egy pesti csapat, a három legjobb csapat, velük kell felvenni a harcot igazából, de ugye a dárc az egy olyan sportág, ahol senki nem verhetetlen, tehát mindenkit le lehet győzni, úgyhogy azon vagyunk, hogy tovább fejlődjünk, minél többet gyakoroljunk, és a jövőben sikerüljön elérni ezeket a célokat, hogy első hely. Csak hogy érzékeltessük, hogy mennyire erős azért a magyar dartsport, úgyhogy egyre több és több jó játékosunk van. Én nem is olyan régen olvastam valahol, meg nem mondom nektek, hogy melyik volt az úriember a magyar játékosok közül, aki Fán Barneveldet verte talán meg? Nem tudom, hogy... Végső Jánosról van szó. Ez olyan hír, mint hogyha nem tudom, hát hogyha valaki mondjuk egy magyar ökölvívó, a Klitschkóval lenne partiba. Hát Fán Barneveld világbajnoki címmel rendelkezik, a világ egyik legjobb, gyorsan tegyük hozzá, legszimpatikusabb versenyzője. És azért ez még hozzáfűzném azt is, hogy amíg egy csapatbajnokságban most egyénenként egy nyertlegre játszunk, azért ezt olyan úgy hajtotta végre, hogy ez egy 6-3-as különbség. Tehát egy legbe, két legbe bárkit kivet a lépést. Én is tudok dobni 4-köröst is, nem az a jellemző, hanem inkább a 6-7-8. De egyszer-egyszer kijön, de azért 9 legbe egymás után egy 100-as átlagot hozni, az nem véletlen. Na most nekünk Jánossal is jövőre, hogyha a számításaink bejönnek, meg kell küzdeni, szoftba meg is tettük. Igazából erős, na. Erős és szimpatikus játékos. És egyre több ilyenünk van, hála a jóságoségnek a magyaroknál. Hát az, amit említettetek az évben, ugye nálunk Posvai és Kozmor, azért akár is nézzük mind a ketten, hogyha úgy Isten igazából lenne rá pénzük és idejük, azért szerintem elérdik a nemzetközi színvonalat. Nem tudom, erről hogyan vélekedsz, Krisztián? Ez jogos, hiszen azt hozzá kell tenni, hogy Miki és Józsi ők indulnak is, tehát vannak bizonyos versenyek külföldön, Cseh Open például, amin elindulnak, nem sokára lesz a Hungarian Open Magyarországon, amire szintén indulnak, tehát ezek mind nagyon komoly versenyek, ahol több külföldi versenyző is részt vesz. Van esélyük, én úgy gondolom, tehát Posvai Miki nagyon stabilan, nagyon szépen dobál, ugyanígy Kozmor Józsi is 20 éve dárcozik, tehát mindent tud a sportról, úgyhogy ők még igazi nagy sztárok is lehetnek, úgymond. Nagyon fontos a sportnak a profi része, és most ugye arról beszéltünk, a sportágnak, a dartsnak a profi része, de nagyon-nagyon fontos az amatőr része is. Én is igazából azokat a versenyeket szerettem, azokat is szerettem, amikor mondjuk a profik és az amatőrök szombathelyen együtt indulnak. Mennyire fontos a számotokra az tényleg, hogy ilyen megmérettetéseken, amikor mondjuk a táblára 32 ember legalább feljelentkezik, ti is induljatok, és hát óhatatlanul is ebből az következik, hogy népszerűsítitek a sportágat. Így van, és ezért is történt az, hogy ha a nyugati régiót megnézzük, ami a ligában is kialakult, nagyon népes a mezőny, és az, hogy profi, amatőr játékosok vagyunk mi is, és azt is elmondám, hogy például, ha én elmegyek egy ilyen ligasorozatra, nekem ott nincs bérelt helyem. Tehát olyan szintű játékosok vannak most területiben is, hogy én azt mondom, hogy itt Nyugat-Dunántúlon is egy középmezőnyt képviselek a teljesítményemet. Én nekem van rutinom egy csapatmeccsen, oda tudom tenni magam. Egyénibe nem mondanám, hogy megijednek, hogyha nagyon szépen jönnek, a kihívás, én játszogatok, és akkor nekik meg ugye a skalp, és gyönyörűen megcsinálják, tehát fantasztikus játékok vannak, nem gyenge a mezőny.
Utolsó kérdésként, akkor legyen mind a kettőtöknek közösen ugyanaz, hogy mennyire várjátok akkor ezt a bizonyos december végét már, és nem csak amiatt, mert ugye karácsonyban is a gyerekek gondolom nagyon-nagyon örülnek az ünnepeknek, hanem azért, mert következik a sportág ünnepe. Mert én azt hiszem, hogy ez a darts ünnepe, a világ erre a sportágra figyel. Mennyire fontos a számotokra az, hogy képbe legyetek, mennyire várjátok ezt az eseményt? Én minden évben ugyanúgy várom, alig várom, hogy elkezdődjön a darts világbajnokság, ugye. Két nagy szervezet van, a PDC, illetve a BDO, mindkét világbajnokságot hála Istennek már adja a televízió, így nyomon tudjuk követni december közepétől egészen január elejéig tart ugye a VB. Igazából szurkolok mindig, nézem, követem az összes mérkőzést, és várom, hogy ki lesz az új világbajnok. Ugye most az utóbbi két évben Gary Anderson nyert, ő kétszeres világbajnok, én, ha lehet ilyet mondani, akkor Phil Taylortól várom a 17. VB címét. Mi lesz akkor a végeredményt, amit érted, és valami hasonlót kérdezünk? Bármilyen kicsit messze van, de azért majd számon fogjuk kérni. Az előzményekhez nem tudok többet hozzáfűzni hasonló nagy várakozással. Én most már Gervintől várnék egy másodikat. Mind a mellett, hogy én is Taylor szimpatizáns vagyok, de az a kopasz ember, abban még van spiritus. Tehát én azt mondom, hogy neki most már ki kell, hogy jöjjön a VB-n is. Egész évben jól szerepel, mindig ki kell, hogy jöjjön neki. Ennek a végszónak örülök, mert elárom azért én is titokba. Én is Van Gerven szurkoló vagyok, úgyhogy remélem, hogy mondjuk egy Van Gerven Taylor döntő összejön, mert akkor szuper, az a sportág legjelentősebb összecsapása szerintem. Én köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba, és akkor a hétvégére nagyon sok sikert kívánok, és jussatok fel az NB1-be, Steelben is. Köszönöm, hogy bejöttetek. Kedves nézőink, pedig akkor végén, ahogy ígértünk, foglalkozunk egy picit a szabadidősporttal, már csak azért is, mert ezúttal a 62 év feletti nyugdíjasok mérték össze a tudásukat három sportágban, és a vetélkedésnek volt egy kulturális része is. Az idei évben is megtartották az Arborétum sporttelepén a nyugdíjasok hagyományos sport és kulturális versenyét. A városi önkormányzat ezúttal is jelentős támogatást biztosított a rendezvény megszervezéséhez, lebonyolításához. Ez is azt bizonyítja, hogy a Vasi megyeszékhely vezetése kiemelten kezeli az idősebb korosztály szabadidős tevékenységét. Immár hagyomány, hogy az Aranykorúak Egyesülete sportversenyre hívja elsősorban a Herény Kálmoni városrész lakóit, de természetesen az egész városból hívják a versenyzőket. A nagyszerűsége annak, hogy egy civil szervezet felkarolta, hogy ezzel a korosztállyal foglalkozzon, hogy különféle sportversenyekre hívja őket, de a lényeg azért nem a versenyeken van, és a persze természetesen a sportoláson is, de a lényeg úgy gondolom, hogy a közösség építésen van. Azon van a hangsúly, hogy ezek az alkalmak jó lehetőséget biztosítanak az ismerkedésre, a barátkozásra, és úgy gondolom, hogy ennek nyomán aztán az év hátralévő részében és a következő megmérettetésig akár közösen lehet különféle sportokat űzni, sétálni, gyalogolni, túrázni. A hagyományoknak megfelelően idén is három sportágban mérhették össze felkészültségüket, tudásukat a 62 év feletti nyugdíjasok. A teke, a dárc és a petánk is nagy tömegeket mozgatott meg. Minden sportágban komoly harc alakult ki az érmes helyezésekért. Gyakorlatilag voltak ezek a versenyek, ha csak egyet a legkésőbbit említeném, párban a győzelemért egy háromfordulós versenyünk volt, aminek most vagyunk az elszámolási időszakában. Aztán tavaly is volt egyet, ez már jól tudom a harmadik Herény Kámon kulturális vetélkedő és sportvetélkedő. Most a 62 év feletti személyek vetélkednek, versenyeznek. A sportolás mellett ezúttal is volt kulturális része a rendezvénynek. A résztvevők vers, zene és magyar nóta kategóriában mutathatták be tudásukat. Kedves nézőink, lassan a mai műsorunk végére érünk, már nincsen más teendő, mint az, hogy gyorsan kisorsoljam, hogy ki nyerte ezt a kis haladásos ajándékcsomagot. Sok SMS jött, köszönjük szépen, és akkor szokás szerint az aljáról húznék egy nyertest. 30
411 34 10, tehát még egyszer 30 41 13 41 0. Ez az SMS-ezőnknek a száma. Gratulálunk a nyereményéhez, ami tehát egy ilyen kis ajándékcsomag. Én kollégáim nevében is köszönöm szépen a mai napra a megtisztelő figyelmüket itt a Szombathelyi Televízióban. Hamarosan a híradó ismétlése következik majd. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!